így a nyári szünidőben csendes a nagykállói korányi frigyes görög katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épülete. Hamarosan azonban nem csak a diákok, hanem munkálatok zaja is betölti a termeket és folyosókat, sőt utóbbiak már meg is kezdődtek. Mérnek számolnak a szakemberek, négy sikeres pályázatnak köszönhetően fontos felújítás szajlik az épületben, ahogy a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyház másik hat intézményében is, egyebek mellett Hodászon, Mária Púcson és Nyírlugoson. A fejlesztésekre 1,3 milliárd forintos támogatást nyert el az Egyházmegye a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében. 2019 őszén pályáztak, melynek idén júniusra lett meg az eredménye. A hasonló jellegű fejlesztések célja minden helyszínen a hatékonyabb energiafelhasználás felhasználás elérése. Arra figyelünk, ugye, hogy ha, ha, több részre akarjuk osztani ezeket a felújításokat, először is, hogy az energiát bent tartsuk, vagy kint tartsuk, ugye? A tehát így van. Tehát ebben az első, ugye, hogy hőszigeteljük az épületünket, tehát egy komoly homlokzati, illetve lábazati szigetelést kapnak az épületek valamint a nyílánzárókat cseréljük ki sokkal hatékonyabbra, tehát amelyek jobban bent tudják, vagy kint tudják éppen tartani a hőt. E, valamint a másik, ami, ami még nagyon fontos, hogy az energiát hogyan állítsuk elő. Tehát itt a kazánoknak a korszerűbbre való kicserélése, valamint a fűtés rendszereknek a felújítása is szerepel, akár a szelepeknek a kicserélésére is lehet itt gondolni, ami el sem hisszük, hogy milyen, milyen sokat számíthat. Valamint még nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megújuló energiát is megcélozzuk, és ennek keretében az épületekre napelemek fognak majd felkerülni. Az egyház megye tevékenysége nem csak abban merül ki, hogy a híveket közelebb hozzák az evangéliumhoz, az elmúlt években komoly intézmény fenntartóvá is váltak. Az oktatási nevelési célú mellett szociális intézményeket működtetnek. A 35 percnek nyilatkozó főhelynök elmondása szerint a rosszabb állapotban lévő épületek felújításában jó helye van az elnyert pénznek, hiszen azok így költséghatékonyabban működtethetőek azáltal, hogy csökken az energia felhasználásuk. Elmondta azt is fontosnak tartják, hogy lépéseket tegyenek a teremtett világ védelméért, és a környezet tudatosság a fenntartható jövő megvalósulásáért. Ennek megvan a teológiája, megvan a lelkisége, akár, tehát, hogy itt nem erőjünk el, az egésznek a materiális mi voltában. Tehát mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy egyházként az elsődleges célunk az a lelkek üdvössége, hogy a híveket közelebb vigyük az Istenhez, ahogy már ezt említettem. Tehát ha, ha, ha bármit is csinálunk, de ezt a célt nem tudjuk elérni, akkor nem jól végezzük a dolgunkat. De bízunk benne, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével is ezt a nagy célt fogjuk tudni minél hatékonyabban elérni. Az elmúlt hetekben elkezdődött és várhatóan jövő év tavasszáig tartó fejlesztéssel több mint tízezer négyzetméternyi épületet újít meg a egyház Egyházmegye.